A pályázati anyagot ünnepélyes keretek között rakták autóba hétfő délelőtt, két nappal a határidő előtt. Martoné Adler Ildikó alpolgármester köszönetet mondott mindazoknak, akik az EKF 2023 projekten dolgoztak az elmúlt időszakban. Igazi csapatmunka van mögöttünk, hiszen több munkacsoportban dolgoztak azok, akik Eger kulturális életében egyrészt fontos szerepet játszanak, másrészt akik sokat tettek azért, hogy új gondolatok is megfogalmazódjanak, fogalmazott Habis László polgármester. Fontosnak gondolom azt, hogy Koltai Lajos művészeti igazgató vállalta ennek a munkának a koordinációját, irányítását, aki egy nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező és nemzetközileg is elismert művész. Kötődik Egerhez, részint Illésgyöly tanítványaként, részint azért, mert az egyetemen is dolgozik. Fontos az is, hogy valamennyi Budapesten működő Európai Kulturális Intézettel együttműködést írt alá a város, emellett pedig az Eszterházy Károly Egyetemmel, a Bükki Nemzeti Parkkal és más szervezetekkel, tette hozzá a polgármester. Felpezsdült a kulturális élet, már vannak olyan kezdeményezések, amiket az EKF 2023-nak köszönhetünk, mint például a Város Ifjúsági Kórusa. A 80 oldalas pályázati tanulmány átfogó képet fest Eger értékeiről, valamint arról, amit szeretnénk Európának és a világnak megmutatni, fejtette ki Habis László.